Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és nagy szeretettel köszöntöm Nagy Sándorné Erzsike nénit, a Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkörvezetőjét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Erről a gyönyörű kézimunkáról fogunk beszélgetni, amit ön művel tulajdonképpen, és elsőként rögtön azt szeretném megkérdezni, hogy mikor kezdett el alapvetően kézimunkával foglalkozni? Üdvözlöm én is nagyon sok szeretettel a tévénézőket. Nagy örömmel tettem eleget a felkérésnek. Végül is 1975-höz tudom kapcsolni ezt az időszakot, amikor elkezdtem kézimunkázni. Ugyanis nagyfiam Gyuri akkor született, és ugye rengeteg szabadidő volt a kisbaba mellett, és akkor pici apró munkákat lehetett készíteni, tehát hamar sikerélménye volt az embernek. És utána, hogy 4 családom van, tehát mindig voltak alkalmak, amikor tudtam ugye kisebb dolgokat készíteni. Később a lányaim születése után elkezdtem varni, magyar nyelvű bordából. Rengeteg mindent tudtam nekik csinálni. És amikor eljött az az időszak, amikor már nem igazán szerették azt fölvenni, amit anya vart, vagy már nem volt annyira divatos, akkor rátértem a goblenezésre, közben horgolgattam is. És gyakorlatilag olyan 10 pár évhez köthetném azt visszamenőleg, amikor elkezdtem ide járni a hímző szakkörbe, még akkor itt voltam a közösségi házban, Csideri Rénke szakkörvezető akkor kezdett itt dolgozni, és onnastól kezdve egy nagy szerelem lett a hímzés. Tehát ezt minden este, ez a elfoglaltságom. Tehát akkor elsősorban hímzésekkel. Elsősorban hímzésekkel. Igen. És mivel, milyen anyagokkal tetszett hogy elkezdeni ezt a munkát? Milyen anyagokkal kezdett dolgozni? Hát először a kongré anyagra, az népművészetben nem igazán használatos, de arra hímeztem keresztemes munkákat. Később, amikor ugye megismerkedtem a hiteles anyag ismerettel és a pamuttal, akkor már az alapján készítettük Irénkének a tanácsai alapján. Tehát nagyon sok, tehát minden tájegységnek megvan a maga anyaga és a maga pamut színe, a vékonysága, vastagsága, tehát mindegyiknek más. Sajnos nagyon ritkán jutunk hozzá jó minőségű hímzővásznakhoz. Ezeket általában mezőberényből szerezzük be, ott működik még egy nagyon jó takács, aki elkészíti ezeket az alapanyagokat. Nagyon sok olyan alapanyagban sajnos megszűntek a magyar vállalatok, és így külföldről, például a Volgát, azt az erdélyi településről szoktuk behozatni lányokkal, akikkel szoros baráti kapcsolat alakult ki. Hát a többi alapanyagot a szitthon, tehát a hímző anyagot a szitthon meg tudjuk venni, vagy Kalocsáról rendeljük, ugye speciális színeket, ami kell hozzá, mert sajnos üzletekben nem mindig kapjuk meg azokat a színeket, ami kell. És ugye próbáljuk hitelesen megcsinálni azokat a kézi munkákat, amiket elkészítünk, gyerekeknek is próbáljuk ezeket átadni, hogy akkor már ők is hitelesen készítsék a dolgokat el. Most ugye beszéltünk már előzetesen is, hogy vannak ugye tájegységek, amelyeknek van adott motívuma. Hát gondolom nem mondható el, hogy most Mezőtúr egyfajta tájegységhez tartozna, vagy mégis van egy olyan motívum, ami kifejezetten erre a területre jellemző? A szűcs motívum lesz, amit kutatunk most, tehát Mezőtúr nagy szűcs központ volt, már az 1800-as években is mesteremek munkáik voltak. A legismertebb szűcsök, akiknek munkái vannak múzeumban, az Helmeci Dániel, és volt az idős és az ifjú Benedek István, ők nekik vannak munkái múzeumokban, és ott kutatjuk, és azokat próbáljuk textilre átvinni. Mi az a motívum, ami Erzsike néninek a kedvence, amivel szívesen foglalkozik? Hát úgy igazából talán a szálánvarrás, az a keresztszemesnek egy változata. Nagyon szeretem készíteni, de bármilyen tájegységet nagyon szeretek. Most újabb dolgok vannak mindig, ami megtetszik, és akkor azt próbálom megvalósítani.
megfigyeltem Erzsike néni oldalát, meg ahogy tetszett sorolni, sok mindennel foglalkozott már, hímzés, varrás, kötés, horgolás, de ugye egy ideje elkezdett a dekupázsal, azaz a szalvéta technikával foglalkozni. Hogy jött ez a technika? Hát ez egy, mondhatom úgy, hogy egy fertőzés, Sőrés Erzsébet hevégi hímzős társunk, oda volt egy citer a táborba, és ott készítettek valamit, tehát ő ott látta, és akkor hazajött, és akkor hú, lányok, mit tudok, mit hoztam, és akkor onnan indult ez a dolog. Aztán Veres Gabriellát Budapestről lehívtuk oktatni, és hát egyre jobban elmélyültünk ebbe a technikába, és ma már egy kicsit textilszobrászkodunk is, tehát minden olyan alapanyagot föl tudunk használni, ami kidobásra ítél, tehát nem szennyezzük ezáltal a környezetet. Gyerekek nagyon szeretik készíteni. Tavaly például a nyári tábor alkalmával közel 400 gyermekkel dolgoztunk, rengeteg üveget díszítettünk, tehát mindenféle üdítő, sörös, kis befőttes üveg, bébi ételes. Karácsonykor a Mikulás napkor kint voltunk két pont a kastélyba, ott 400 gyermekkel úgy szintén üveget díszítettünk. Tehát ez egy nagyon nagy szerelem ismét. És tehát itt a csillagos ég a határ, mert tényleg rengeteg mindent lehet vele, rengeteg féle technikát lehet még ebbe a szalvétán kívül belehozni. A kézműves technikákon kívül azt is beszéltük, hogy Erzsike néni folyamatosan képezi magát, tehát tanfolyamokra jár, pályázatokat is esetleg lehet így... Sajnos, mivel nem egyesületi egyesület a szakkörünk, így nem tudunk pályázni, de jelentkeztünk a Szolnok-megyei Népművészeti Egyesülethez tagnak, ketten a szakkörünkből, így lehetőségünk lesz majd esetleg ott bekapcsolódni valami pályázatokba. Békés Csabára szoktunk járni oktatásra, most a nyáron is lesz egy egyhetes hímzőtábor, ahol úgy szintén a népi hímzésbe jelentkeztünk, és ezzel a táborral egy időben kezdődik meg a két éves okai és iskolánk, ahol népi hímzőként fogunk remélhetőleg végezni reményeink szerint, és akkor onnastól kezdve már hitelesen tudjuk továbbadni a érdeklődő közönségnek ezeket a munkákat. Ez mindig is vágya volt Erzsike néninek, hogy oktató legyen? Ugye ezt a népi művészetet, hogy mondjam, tehát ez átadja másoknak? Van? Hát úgy igazából nem gondoltam én erre, csak ez így jött. Jött. A unokáim, mert a lányaim azok nem, de az unokáim, igen, Emese is, és a Petra is, ők is hímeznek, ők pályázatra is fognak jönni, gyermekpályázatra. És hát úgy jönnek a kislányok, és akkor természetes, hogy megmutatjuk, hogy mit hogy kell csinálni. És így egy kicsit belelendültem ebbe is, hogy tanítom a gyerekeket. De a mai világban egyébként nem tűnik ez ilyen, hogy mondjam, tehát a fiataloknak ez nem tűnik nehéznek, vagy inkább olyan bonyolultnak ez a technika, tehát maga a hímzés, a varrás. Azért bonyolult nekik, mert ők nem tanulják technikaórákon a nekünk tű használatát. Igen, sajnos. Most talán újra vissza fog majd jönni. És ugye először, amikor elmondjuk, hogy milyen technikát fogunk azon a anyagon elkészíteni, akkor úgy megijednek, és akkor, amikor megmutatjuk egyesével őket, hogy melyik milyen, akkor megnyugszanak, és akkor ügyesen meg tudják csinálni. Hát van olyan kislány, aki óvodás, és ügyesen tud hímezni, tehát teljesen kortól független ez, hogy tehát itt kézügyesség, adottság kell hozzá, meg tényleg az, hogy akarja csinálni, hogy szeresse ezt a kézi munkavilágát. Nagyon sok mindent lehet egyébként készíteni belőle. Van már most, hál' Istennek, rátértek arra, hogy nem csak a hagyományos hímzés, hanem a bader technikát is be lehet vinni ebbe a kézi munkába. És ugye egy-egy használati tárgyat, egy neszeszert, egy kis tarisznyát, egy kézi munkás tasakot, vagy bármilyet, olyat, amit ő szeretne, és akkor az büszkén tudja mutatni, hogy azt ő készítette el. És így ezzel talán egy picit ösztönzi a társakat is, hogy jaj, hát akkor én is szeretném, vagy nekem is tetszik. Tehát nem kell itt nagy dolgokba gondolkodni, egy-egy picike kis motívum, és akkor az már egy nagy sikerélmény, hogy ezt ő készítette el. Tehát ebben minden
mennyiben tudunk segíteni. Nagyon sokszor fölvetődött már a kérdés a városba, hogy valaki csinál-e drukkolást, ez ugye az anyagra való rávitel. Ezt is például a gyerekek nagyon ügyesen tudják már csinálni, tehát az alapoktól kezdjük tanítani, vagy mutatni nekik, hogy mit hogy kell csinálni. És tehát ezeket is vállalunk, hogyha valakinek ilyen igénye van a városban, vagy esetleg a környező településeken is. Illetve számos kiállításon vesznek részt ezek az alkotások, amiket ön is készít, illetve a díszítő szakkörnek a alkotása. Igen, igen. Most június 18-a környékén volt Martfűn egy kiállítás. Ez Erzsékeninek az a munkáiból állt, vagy másoknak az alkotása is volt? Ez közös kiállítás közös. Volt a Martfői Hímző szakkörösökkel, tehát a szakkörünk munkáit vittük el, többen is ott a kis gyerekek munkája, Csilla és Emese munkája is szerepelt. Nagyon büszkék voltunk rájuk, és ugye nagyon nagy sikerük volt, ott voltak velem a megnyitón. És tényleg ez mindig egy kis ösztönzést ad nekik, hogy igen, érdemes a sok dicsérő szó, és akkor, hogy igenis jó helyen vannak, érdemes csinálni. Hát jó, mert elveszi a szabadidejüket, de én úgy gondolom, hogy hasznosan töltik el az idejüket ezzel. Hát meg hogyha nem szeretnék, akkor nem csinálnák, úgyhogy nekik ez valószínű egy kellemes időtöltés. Igen, igen, szeretik csinálni egyébként. Beszélgessünk egy picikét a díszítő szakkörről, a mezőtúriról, hogy magának a szakkörnek mi a célja, hány tagból áll, vagy végül is, hogy szokott ez lenni egy ilyen szakköri foglalkozás? Szakköri foglalkozásunk minden pénteken van 3 órától este 6 óráig. Ide nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Van egy állandó kiállításunk a kézművesházban, és a kézművesházban van a szakköri foglalkozásunk. Ott egy állandó kiállításunk van, ahol volt szakkörvezetőnk, sajnos múlt időbe kell róla beszélni, Csideri Rénkéről. Őneki van egy emlékfala, amit ott készítettünk. Most egy kicsit hiányos, mert az ő munkáikat is mindig szeretjük elvinni más kiállításokra. Jelenleg Tiszaföldváron is van egy kiállításunk. Tehát minden foglalkozást ott tartunk a kézművesházba. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Nem fontos hímezni, beszélgetni a régi dolgokról, régen miket csináltak. Szoktunk kapni régi kézimunkákat, van olyan kézimunkák, ami az 1938-as években készült, dísztörölköző, tehát megőrizzük az ilyen régi dolgokat, és ott megtekinthetőek. Bármikor, tehát nagyon szívesen megyünk, megmutatjuk, hogyha érdeklődés van iránta. És akkor már az előbb tetszett említeni, hogy most van egy konkrét cél, amin dolgozik a szakkör, az a fajta motívum. Egy picikét beszélhetünk erről, hogy mégis miről van szó? Elkezdtük kutatni a mezőtúri szűcsöknek a munkáit, ugyanis mezőtúr egy hatalmas nagy szűcsközpont volt annó annak idején, és már az 1826-os évet említik. Egy kis bunda műremek címet kapott. Ő a Helmeci Dániel, ifjú és idős Benedek István legismertebb mezőtúri szűcsök. Ők nekik a munkáit kutatjuk a Szolnoki, illetve a Nagykun Múzeumban, Karcagon. És nagyon szép, finom kis motívum kincse van egyébként ezeknek a munkáknak. Régen ugye festett, általában barnára festett bőre hímezték, és barna vagy fekete sejemmel. De volt, Debrecenben tanultak a mezőtúri szűcsök, és ott egy nagyon régi leírásba találkoztam azzal a színösszeállítással, hogy ott a zöldet és a lilát vitték még hozzá a feketéhez. És ez egy református szín, tehát mivel Debrecen ugye nagy református város, mezőtúrak is Debrecennek számít, így ezeket a motívumokat, tehát ezt a színvilágot hozták még bele a szűcsök. Most nekünk ez a motívum, tehát ez a színvilág tetszett meg, mert ugye a fekete meg a sötétbarna, az úgy igazából hímzésben nem tudjuk úgy elképzelni.
és akkor ezt próbáljuk, tehát még tervezgetjük, tervezés alatt, kutatás alatt van ez a munka, majd amikor már teljesen úgy letisztulnak a dolgok, akkor szeretnénk egy ilyen kisebb kiadványszerűt összehozni belőle, hogy akkor így egységesen meglegyen minden leírás a szücsökről, a motivumokról. De sajnos itt a városban nem tudunk, hogy maradt volna. Majd teszünk egy fölhívást is közé, hogy esetleg hát, ha valakinek ne talántán valahol a padlás mélyén, biztos vagy valahol akadna. Van, mert ugye ilyen nagyon régi munkákat szoktak bevinni ugye múzeumokba, itt sajnos nincsen a helyébe. Tehát akár ilyen kutatómunkákat is végez igen, a szakkör, igen, hogyha igen, valamit igen, talál, igen, akkor az igen, utána igen, jár. Igen. Hát ilyen végül is ilyen helytörténeti. Helytörténeti, igen. Ebben nagy segítségünkre van kis Némikes Évike, talán ő neki van egy helytörténeti kis könyvecskéje, amit a könyvtárba meg lehet tekinteni, abban szerepel ifjú és idősebb Benedek Istvánnak a kisködmön, illetve a bundája. A ködmön az a újas, a kisbunda meg a új nélküli, csak az a várabetős. De csodálatos motívumok vannak rajta. Betetszett hozni néhány munkát. Igen, most mezőségi hímzést készítettem pár nappal ezelőtt. Hétfőn drukkoltam rá az anyagra, és 3 este elkészült. Ebből majd egy táska fog megszületni reményeim szerint. Már körülbelül 2 hét az a határidő, amit engedélyeztem magamnak, hogy addigra én szeretném már viselni. Saját használatra, igen. De ha esetleg igény lesz rá, akkor eladásra is nagyon szívesen, vagy nagyon szívesen ezt a technikát is megmutatjuk, és mindenki saját magának el tudja készíteni, mert nem nehéz a motívum. Tehát bárki meg tudja csinálni, aki egy picikét is szereti a tűt használni. Másik nagy szerelmem a szálánvarrás, az erdélyi motívum, tehát onnan származik, erdélyi településről. Orosházán is voltak ezzel a technikával, meg Magyarországon is több tájegységen. Tehát az egy különlegesebb, a keresztszemesnek egy változata. Torockón is nagy hagyománya van ennek a technikának. Gyapjúval nagyon szeretek dolgozni, a mezőség is gyapjú. Tehát a régi szőr munkákat, azokat gyapjúval szoktuk hímezni. Nagyon egyszerűek, nagyon nagy motívumok, de nagyon egyszerű őket hímezni, mert nagyon könnyű az öltés technikája. Van olyan egyébként, ami nagyon bonyolult elkészíteni, olyan motívum, vagy Igen, úgy igazából, motivum. Aki tud hímezni annak, hát bonyolult elsőre minden nekünk is, még nekem is, holott ugye több féle motivumot tudok már hímezni. Nagyon sok mindent most a 60 órás képzésen tanultam, amit eddig nem tudtam. Nagyon sokszor nem úgy sikerült elsőre. A fonákán volt az a része a hímzésnek, aminek a színén kellett volna lenni. Tehát több-több kifutásra sikerült nekem is. És akkor, amikor rájön az ember, hogy hoppá, ez így, akkor már nagyon remekül tudja csinálni. Tehát itt a technika elsajátítása fontos. De egyébként nem nehézek a motívumok. Van olyan, nagyon sok olyan motívum, amit még nem próbáltam, ki nem készítettem. Most a OK és 2 éves képzésen nagyon sok mindent fogunk majd megtanulni. Gömöri csomós hímzés, egy csodálatos uri hímzést. Tehát nagyon sok olyan uri hímzésre egy picit kitérek. Van egy úgynevezett parasztúri hímzés, ami a mezőtúri református újvárosi templomot, hogy mondjam, díszíti. Tehát a oltár teríti, a szószék. Hát ez egy ilyen készlet, amit csináltam 2 éve, azt hiszem karácsonyra. Ahogy ültettem át. Ugye említése került a kézműves ház, hogy ott is rendszeresen foglalkozásokat tartanak gyermekeknek, vagy bárkinek. Igen, bárkinek. Mi történik ezeken a foglalkozásokon? Megbeszéljük az adott dolgokat, ki mit szeretne készíteni, hímezni, vagy ha éppen készülünk valami kiállításra, pályázatra, akkor azt megbeszélni, hogy ki mit tud hozni, ki mit szeretne készíteni.
Ha dekupás technikával dolgozunk, az szombatonként van az a szakkörünk, akkor ott mindenki, ha van olyan kis régi emlék, egy pohár, aki mi a nagyapájé volt, vagy igen, a nagymamájé, tehát azokat egy picit megdíszítve, és akkor egy szép kis emlék marad belőle. Uh-huh. Tehát ilyen dolgokat is. Az a szakkörünk szombaton van 2-től 5-ig, alkalmanként 10-től vagyunk este 5-ig, attól függ, hogy milyen technikával dolgozunk, mert ugye elég időigényesek ezek a dolgok, de ezeket mindig a Facebook oldalunkon meg szoktuk hirdetni. Tehát van egy csoportunk, a Mezőtéri Népítészítő Művészeti és Kézműves Szakkörként, ami egy nyílt csoport, tehát oda bárki írhat, küldhet képet, fölkereshet bennünket, tehát nagyon nyitottak vagyunk bármilyen kérdésre, nagyon szívesen válaszolunk, vagy segítünk, hogyha valakinek van amilyen segítségre van szüksége. És nagy az igény, az érdeklődés? Hát főleg a kézműves, tehát a dekupás technika, meg ezek, tehát itt igen, igen. Mondta Erzsike néni, hogy külön kell már választani a dekupást, igen, a népi díszítő művészettől olyan nagy az igény a dekupás felé. A dekupásra felé. Inkább. Uh-huh. Gyerekek is nagyon szeretik. Uh-huh. Tehát mi is, de a gyerekek is. Uh-huh. És azért így muszáj volt kétfele választani a két szakört, mert a pénteken akkor csak hímezünk. Uh-huh. Jó, szóba jöhet a dekupázsolás is természetesen, mint beszédtéma, de ott akkor csak a hímzéssel foglalkozunk. Uh-huh. Illetve mondta Erzsike néni, hogy iskolákban is szokott részt venni, vagy tartani ilyen foglalkozásokat. Igen. Tehát, hogy felkérésre nagyon szívesen elmegyünk bárhova. Egy-egy kis szakkört tartani, vagy csak egy-egy alkalomra. Vagy volt olyan például tavaly, hogy a dupla rajzórán eljöttek a kézműves házba egy-egy osztály, és akkor ott tartottunk foglalkozást a gyerekeknek, tehát erre is van lehetőség, hogy ha valaki szeretne így eljönni, akkor ott nagyon szívesen tudjuk fogadni a csoportot. A szakkör maga tart kapcsolatot más szakkörökkel? Ugye, hogy vannak közös kiállítások, akár a Martfői szakkörrel, de van más kapcsolat is? Igen, igen. Békés Szent Andrással, Karcaggal, Kisújszállással, Mesterszállással, Kunszent Mártonnal, tehát több-több környező települést szakköreivel még Irénke ismerkedett meg, illetve van egy közös vonások, még a Túrkeveit azt ki is hagytam, hogy annak idején Szádvárnéni és Zsuzsika néni volt itt a szakkörvezető Mezőtúron, és ő Tiszaföldváron is, ha jól tudom, Martfin is vezetett szakkört, meg még Túrkevén is, és akkor tehát innet is jöttek ezek az ismerettségek, és akkor próbáltuk fölkutatni újra ezeket a településeket, meg még annak idején Irénke hozott létre egy olyan, hogy egy kis versenyszerű, tehát ilyen környező településeknek ilyen hímző versenyt, és annak is nagy sikere volt, tehát akkor jöttek ide, hívtunk egy úgynevezett zsűrinek valakit, aki népi iparművész, tehát ő nagyon otthon van a dolgokba, és akkor ő elmondta, hogy ennek mi a hibája, ez miért jó, stb. Tehát tanácsokat is adott, igazából első díjas nem lett, csak mindenki kapott valami kis elismerést azért, hogy igen, a sikerélmény az azért meglegyen mindenkinek. Tehát ez is azt mutatja, hogy van igény erre a nemes munkára, mert ugye azért nem egy egyszerű dolog ez a hímzés varrás, és ugye ez a mi kultúránkat is hát tovább viszi tulajdonképpen, hagyományokat tovább viszi, amire nagyon szükség van. Mi a célja Erzsike néninek ezekkel a munkákkal? Hát igazából megmutatni a utódunknak, hogy ilyen dolgaink vannak, tehát múltunk nélkül nincsen a jövőnk, és ezeket a hagyományokat, ezeket nem szabad veszni, hagyni, mert tényleg csodálatos motívum világa van a nagy Magyarország hímzés kultúrájának. És hát ezeket majd talán az unokáim megőrzik, vagy valahol majd később mutogatni fogják, amikor esetleg én már a égieknél fogok hímezni. De ezt bízom benne, hogy még egy kicsit később fog megkövetkezni. És most a napokban kaptunk egy nagy felkérést, nagyon nagy megtiszteltetésnek vettük,
ketten jelentkeztünk a Szolnok megyei Népművészeti Egyesülethez tagnak, uh-huh. és ezt a tagságot megelőlegezve felkértek bennünket egy kiállításra, ami majd augusztus 10-én fog megnyílni. 35 éves lesz akkor a Népművészeti Egyesület, és ezen alkalommal Sőrés Erzsébet Hedviggel és jó magam uh-huh. fogunk szerepelni ezen a kiállításon. 1-től 5-ig lehet munkákat vinni. Uh-huh. Hát majd még addig eldöntjük, hogy melyiket szeretnénk, melyik az, igen. amelyik tényleg olyan, hogy az már. Tehát az eddigi munkákból kell válogatni, olyan az igazi szín. Más esemény esetleg a nyáron vagy a későbbiekben van-e róla szó, hogy lesz más esemény is a szakkör tekintetében, illetve Erzsikeninek a munkáiból? Kiállítás vagy foglalkozás, túri vásár ideje alatt esetleg? Túri vásáron fogunk menni árusítani. A halas napok lesznek a legkövetkező alkalom, amikor fogunk úgy szintén menni árusítani. Fogunk menni a lámpírozható alkalomra, ott kézműveskedni fogunk a gyerekekkel. Oda kaptunk felkérést, tehát minden bármilyen felkérésnek nagyon szívesen eleget teszünk, ahová hívnak bennünket iskolába. Rákóczi úti iskolába például rendszeresen vagyunk a Rákóczi napon, ott már évek óta hívnak bennünket, és ott kézműves foglalkozást tartunk a gyerekeknek, tehát sok-sok fele. Most ugye a terve a nyáron a tábor lesz nekünk, a hímzőtábor, és utána ugye az OK és tanfolyam. Lesz hímzőtábor. Igen, igen, oda megyünk a hímzőtáborba. Itt 2 hete volt egy hímző oktató, Misik Mónika Békés Csabáról, ahol a Békés megyei Szűcs munkákat mutatta be, abból tartott előadást, mindenkinek megmutatta a hímzés technikáját, és ebből kapott is egy-egy kis munkát, amit ő otthon el tud készíteni. Tehát ebbe is nagy segítségre vagyunk, hogyha valaki esetleg el akar benne, akkor nagyon szívesen segítünk, vagy ha szeretné ezeket megismerni, akkor nagyon szívesen megmutatjuk, hogy, vagy hívunk még oktatót, hogyha bármilyen technikát szeretne elsajátítani. Minden évben szokott lenni ilyen hímző tábor? Igen, Békés Csaba minden évben van. És akkor tehát a hímző táborban mindig van egy adott téma, ami köré csoportosul, igen, maga a tábor, igen, tehát igen. egy adott motívum, amit sajátítani. Igen, igen. Most nem tudjuk még a kiírásban, nem jött még meg, hogy most az idei évben mi fog lenni, de mindig különböző, tehát minden alkalommal különböző tájegységek vannak. És ugye, tehát több is egy héten, nem csak egy, hanem több motívumot megismerünk. Például a hímzős társunk, Madarászné Edina, ő gépi hímzésre fog most jönni, ami a Kalocsainál szokott lenni, ez a risselés technika, ő azt fogja elsajátítani. Reményeink szerint akkor már szakkörön belül meg tudjuk oldani azt, hogy megcsinálja a risselést, mert sajnos itt mezőtúron, akik voltak, ketten csinálták, ők már nem nagyon vállalnak, és ugye nagyon nehezen lehet már ilyen mestereket találni, akik ezekkel foglalkoznak. Tehát kiöregedtek végül is már ők is. Igen. És akkor így reménységeink szerint Edina fogja vinni ezt a részt, és ügyesen fog majd benne boldogulni. Vegyes korosztályú a szakkör? Igen, hát Istennek igen, azért vannak fiatalabbak is. Van kis oldás tagunk, aki igaz, hogy ritkán szokott jönni, de azért ott van a Sűrésbőbi keresztlánya. Vannak kisebb alsós iskolások, vannak akik felsős, unokám az elballagott, tehát ő már kicsit nagyobb. És ők azért, ha nem is rendszeresen, de azért elég sűrűn eljönnek. Most a nyári szünetben meg főleg ugye készülünk a gyermekpályázatra, így ők most rendszeresen járnak a szakköri foglalkozásokra. Van olyan szakkörtagunk például, aki szolnoki, mert ott egy felhívás, egy picike kis cikk volt a néplapba, amikor még Irénke csinálta ezt a hímzőversenyt, és akkor valamelyik ismerőse mondta neki, hogy nézd már, mit találtam, és nagyon nehezen, de ránk talált, hál' Istennek. Ő Kácsor Marika, és ő rendszeresen kiállítja velünk a munkájait, tehát mindig ott van kiállításokon ő is. Nagyon ritkán tud eljönni Szolnokról, mert neki is unokái vannak, és így, mint nagymama, nagyon sok elfoglaltsága van, de nagyon szeret hímezni, és nagyon szép kalocsai munkái vannak. Ő a Richard kalocsait nagyon szereti. Más motívummal is ismerkedett már, azt is nagyon szépen tudja, de a nagy szerelem neki a kalocsai, úgyhogy azt készíti. Vannak idősebb, 70 pár éves nyugdíjas tagjaink is, de vannak, hál' Istennek, középkorúak is,
fiatalabbak és gyerekkorúak is, tehát azért elég vegyes összetételű a szakkör, így nagyon jól kiegészítjük egymást. Uh-huh. Gyerekek is szeretnek jönni, vagy idősebbek mesélgetnek a régi dolgokról, uh-huh. és akkor ezeket nagyon szeretik hallgatni. Családias hangulatba telnek ezek a foglalkozások. Még azt szeretném megkérdezni, hogy hol vásárolhatók meg Erzsike néni munkái, mert hogy lehet kapni munkákat. Hát az igazság, hogy eddig még nem nagyon csináltam ilyen eladásra. Túri kamrában van tésztázacskó, ami hát pici, mert ugye egy kis 25 dekás tésztának nem kell túl nagy, tehát ilyen kis egyszerű motívummal van elkészítve. Hát elkezdtük mi a mezőtúri fazekas motívumot, illetve ez ilyen népi motívum, nem teljesen kimondottan lehet fazekasnak mondani, hímezgetni, de úgy néz ki, hogy ez úgy igazából nem jön be. Tehát végül is mi is rájöttünk, hogy ez nem a valódi. A valódi majd a szűcs motívum lesz, ami úgy igazából már anyagra vihető. Mert az ugye Békés Csabán a dr. Illés Károlyné Ani oktató, népművészetmester, ő nagyon-nagyon benne van mindenben, és ugye el szoktuk neki vinni, mutatni, hogy miket készítünk, és akkor mondta, hogy hát a cserépedényről, meg az ilyen motívumokat inkább ne, hanem keressünk, kutassunk, és akkor megemlítettük neki ezt a túri szűcsmunkát, és azt mondta, na akkor ezt keressétek, kutassátok. Tehát mi nagyon sok, hál' Istennek, nagyon sok olyan rejtett tartalék van Magyarországon, amit föl tudunk kutatni, és meg tudjuk menteni a jövő számára ezeket a motívumokat. Tehát egy-egy viseletre rávinni, egy-egy mindennapos használati tárgya, egy táskára, egy szemüvegtokra, egy mobiltokra például, amit ugye a gyerekek nagyon szívesen használnak, tehát minden nap a kézbe van, sőt, óránként a kézbe van, vagy szinte mindig. Igen. És akkor ezekre a dolgok, egy pici motívum kell, tehát nem nagyba kell gondolkodni, és akkor ez nagy sikerélmény nekik, hogyha el tudja készíteni rögtön. És tényleg szép és mutatós az a dolog, amit visz magával. Hát a modern életbe bele kell vinni, bele kell csempészni a népi díszítőművészetet, meg igazából úgy észrevehető egy érdeklődés is. Tehát, hogy mint ahogy tetszik mondani, egy mobiltokra egy hímzés, az azért az olyan jól néz ki, és hát megveszik. Hát így, valahogy így át kell adni. Tovább kell vinni. Lehet, például van nagyon szép emlékkönyvet lehet köttetni, amibe csak egy picike kis motívum van, és már az földobja. És akkor ez egy nagyon szép ajándék, ballagási ajándék úgy szintén, vagy akár egy pedagógus napra. Tehát nagyon sok mindent lehet, irattartókat nagyon szépen meg lehet díszíteni vele, tehát akár a mindennapos használatban is, és ugye bemegy valaki, és ó, de gyönyörű, tehát az rögtön a szemet kiszúrja, hogy az ott egy csodálatos mondjuk dolog. Ugye az a baj, én úgy látom, hogy sokan ugye az árból indulnak ki, hogy ezek a igazi kézi munkák vagy kézműves munkák drágábbak, mint mondjuk a bolti. Viszont egyszer beszélgettünk egy nénivel, aki kalapot fon, és ő azt mondta, hogy ebben benne van az anyag, meg az idő, hogy azért belegondolva, hogy egy hímzés is rengeteg energiát és időt igényel, beszélve az anyagról, hogy azért ezért van olyan ára, nem azért, mert minél több pénzt bezsebelni, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hanem rengeteg energia van benne. Igen, hát nagyon sokszor csak az anyagárát kérjük vissza, azt nem is számítjuk, hogy mennyi időt eltöltünk egy-egy munkával, mert tényleg megfizethetetlen a kézi munka. Igen. Mert rengeteg időt el kell tölteni egy-egy hímzéssel, mindegy, hogy picike az a motívum, vagy nagyobb, tehát mindegyik több óra hossza munka. És ugye még ha azt számoljuk, hogy 500 forintos órabér, az pedig már annyira minimális, hogy még úgy is, ha azt is hozzáveszük, akkor már tényleg azt mondják, hogy nem. Hogy nem. Tehát ezért is értékesek ezek a, igen. alkotások, mert hát a szívük, lelkük benne van. Igen, tehát főleg ez, hogy szívvel, lélekkel van készítve, és ugye tényleg ezt is átadjuk a munkákkal együtt, tehát egy kicsit magunkat is adjuk vele. Hát és ugye ez nagyon sokat jelent. Hát nagyon sok embernek nem, de van, aki igen értékeli ezeket a munkákat. Hát sajnos itt a mi településenken, vagy környező településeken nem igazán, de például nagyobb városokban, vagy nagyobb kirándulóhelyeken, dülőhelyeken, ott ugye nagyobb a kereslet, külföldiek részéről főleg.
és hát itt helyben nem igazán lehet azt mondani, hogy hát próbálkozunk, néha egy-egy dolgot úgy sikerül, de nehéz. Hát azért is érdemes ugye szakkörbe járni, mert ott megmaradnak ezek hát, a így van, ezek a tevékenységek, és hát ha tényleg minél többen érdeklődnének. Van. És akkor így mindenki el tudja magának készíteni, tehát így ő is fogja tudni, hogy na igen, ez ennyi idő alatt készült el, és akkor ott fogja tudni, igenis megtapasztalni azt, hogy mennyibe kerül ez a valójában ez a munka, tehát megfizethetetlen szinten. Igen. Például mi most tervezzük a kalocsai kirándulásunkat, a gyerekekkel főleg, mert mi már felnőttek voltunk, és ott van egy élő kalocsai íróasszony, aki kézzel írja a mintákat az anyagra, tehát nem rádrukkolja, minden egyes szirmot, leve, mindent ő kézzel rajzol rá az anyagra, nem olcsók ezek a munkák. Romsics Lászlóné Szarka Vera a hímzős neve, és hát ő is elmúlt már 70 éves, nem fiatal, most rendeltünk tőleg munkát, és akkor majd most, hogyha megyünk 27-én, akkor fogjuk tudni elhozni ezeket a munkákat. Most ezek se fognak lenni olcsóak, mert nagyon drágák lesznek, így most árat ki sem merek mondani, hogy mennyibe fognak kerülni. Tehát nekünk ez egy eszmei érték fog lenni, mert ő neki a saját keze munkáját fogjuk mi megörökíteni, tehát meghímezni. Erre ő mindent rárajzolt, ráírta, hogy mit milyen színnel, milyen öltéstechnikával, ott meg is fogja mutatni a gyerekeknek is. Tehát tervezünk, meg Komádiba tervezünk még egy kirándulást az idén, ahol úgy szintén már gyerekekkel a gyerekpályázatra Komádi motívummal készülünk, és oda tervezünk még egy kirándulást. Tehát a gyerekekkel is fel kell fedeztetni ezeket? Főleg a gyerekek miatt indulunk ezekre az utakra, hogy tényleg ott a valójában lássák meg ezeket a dolgokat, meg a régi, ahonnan kiindultak az 1800-as évekre visszamenőleg. Ugye Kalocsán ott rengeteg bútorfestő is van, tehát ott még a bútor vagy a lakás belső is, ami ki van festve, pingálva a fal, tehát ezeket is meg tudják nézni. És akkor ugye tudják mihez kötni, hogy honnan indult ki, milyenek voltak az első motívumok, abból mit alakítottak ugye közbe ki. Igen. Úgyhogy mert tényleg csodálatos dolgok vannak, ha az igazi színvilággal van készítve. Igen. Mert ezt is már átalakítják az idő? Igen. Mindenfél évvel hímezik sajnos. És ugye az igazi színvilág, és amikor én föltettem a múltkor a bóhás kalocsaimat a egyik ilyen csoportba, és akkor ott rám ért valaki, hogy úgy de furák a színei. Hát igen, mert ezek a valódi kalocsai színek. Igen. Tehát a mostanit találják eredetinek, és nem is az. Igen. Meg a cakja kalocsainak az, a slingölés az mindig fehér. Illetve, hogyha más színű anyagra van hímezve, akkor az anyaggal megegyező színnel kell a szélét megcsinálni a cakkot. Hát és ugye ez is minden fél évvel van csinálva. Hát amilyen szakszavakat tetszik használni, meg ahogy elmagyarázza Erzsike néni, hát mindezt a szakkörön belül meg lehet tanulni. Igen, meg mindent. Meg most már, hogyha meg lesz a OK-i és papír, akkor most igen, már innestől kezdve hivatalosan is. Igen. Hát én nagyon sok sikert kívánok ehhez a tanfolyamhoz, köszönjük. Illetve a szakkörhöz is, és minél több érdeklődőt kívánok. A kiállításokhoz, foglalkozásokhoz is sok sikert és sok nagyon erőt. Szépen köszönjük. Hát arra lesz a legnagyobb szükség, mert ugye nagyon időigényesek ezek a dolgok, előkészíteni, stb. Elutazni, tanulni, hát, készíteni igen, itthon igen. a munkákat. De ez egyfajta szívügy vagy elhivatottság. Igen. Tehát amióta nyugdíjas lettem, semmire nincs időm. Nagyon, csak a jóra. Tehát nincs időm problémákkal foglalkozni. Igen. Unokázok sokat, most született nemrégen pici unokám, ő most 3 hónapos lesz, és tehát ő vele is azért, mondjuk elég keveset tudok vele lenni, mert ugye más elfoglaltságom is van, de azért, amiben tudok, ott is besegítek. Hát jó egészséget is kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Köszönöm én is. Üdvözlöm a tévénézőket innen is, és várunk mindenkit szeretettel. Köszönjük szépen!